Sziasztok! Egy külön ilyen német érdekességgel készültünk nektek, ez a Coca-Cola, ami ugye hát a nevében eléggé hajaz a Coca-Colára. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Érdekes, hogy itt a doboz is ilyen direkt... Horpasztott, igen. Ja, hát hogy könnyebb legyen gondolom kinyitni. Könnyebb. Ó, hát gyerekek, ezt így pörgetni lehet. Wow! Jól néz ki belül, azt kell, hogy mondjam. Én egyet elveszek, vagy hol nem néz ki? Csak így kíváncsiságból, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy van-e töltelék, ugye? Ahogy nézem egy illatra, az két sor. Illatra esküszöm, hogy kávés. Igen? Vagy legalábbis most nekem, vagy lehet, hogy inkább illatra egy csoki. De egy kicsit kávés is, de addig beleharapok egy kicsit, hogy megkóstoljak. De érdekes, hogy ilyen kis, kis cikkelyke. Olyan egy kicsit, mint egy lemez, ha így végignézem, vagy nem tudom, érdekes lenne, hogy mi lehet ennek a... De igazad van, dikoffein sokkoláta. Tehát ez egy kóstolás. Aha, íze is amúgy. Most kóstold meg. Na hát most legalább elmondhatom, hogy az orromban is ki tudom szagolni, milyen csokit fogok enni, de el kellett volna olvasni igazad van a tetejét. Hát nem kólás, hát egy kicsit csalódás. Mert mint hogy valamiért én a nevéből kiindulva a kóla névből, én bíztam benne, meg hát a színek is. Hogy ez egy kólás, amúgy egyébként tök érdekes lenne egy kólás csoki, lehet, hogy van is. Majd megkeressük neten is, ha van, megkóstoljuk. Ha nincs, akkor majd egy kólás szaloncukrot csinálunk egyszer. Így van. Nem rossz. Igazából Packet Café, azt hiszem az a neve. Uh-huh. Arra emlékeztet, de... De igen, jó tömény. Nem, tehát ha azt nézzük, hogy én ugye egy ilyen... Én egészet megettem elég erős. Igen, hát én csak egy ennyit haraptam itt ki. Így nem tudom, mennyire látszik, de úgy nézve nagyon-nagyon erős. De alapjában véve a design és a többi, az nekem nagyon bejön, tehát hogy ez egy stílusos csoki. Most arra vagyok kíváncsi, azért rakom vissza, hogy megnézzük, hogy valójában egyébként ez hány gram. 100 gram, hát ahhoz képest viszont eléggé drágán adják. Igen, de nem egy rossz kell, meg tényleg egyedi a dizájn, meg minden. De egyébként teszem hozzá, én magamtól nem feltétlenül biztos, hogy választanám, hogy ilyet vegyek, vagy hogy nem mondom azt, hogy ez a magyar repertoárból annyira hiányzik. Igen, egyébként van a honlapja is, ami itt van az oldalán feltüntetve. Ez érdekes. Én megnézem, hogy mi van rajta, csak így gondoltam, hogy bemutatom. Na mindegy, hát ha kíváncsiak vagytok a többi különleges csokoládéra, amiközt lehet, hogy egyszer lesz egy kóla ízű is, akkor nézzétek meg a többi YouTube videónkat, kövessetek a Facebookon, Instagramon és a blogunkon is természetesen. Sziasztok! Sziasztok!